lelki gyakorlattal indult a Pázmándi színpad programja. A régi égi áldásnapi rendezvény egyik hagyománya volt ez is. Most az öt szeretett nyelvről hallhatott bővebben, aki eljött a helyi malomhoz. Sarlós Boldogasszony ünnepét 2009-től rendezik meg Pázmándon. A hálaadás napja ez a Fejér megyei településen, hangsúlyozta a szervező Tolcsvai Béla. Ilyenkor a földnek, a földanyának szól a köszönet azért, hogy éltett terményeivel. Régen minden egyes munka szent dolog volt, hiszen az életünk múlik rajta. Így az emberek áldást kértek a természettől, a teremtőtől, a földanyától, hogy az a mag, amit megtermeltek, az jövőre is sirázon, és folyamatos legyen az élet. Az ismert énekmondó több mint egy évtizede él családjával a velencei Tómenti településen, és harmadik alkalommal segített létrehozni az egésznapos természettiszteletet a Pázmándi malomnál. A természet igazi szépségét hangsúlyozó programsor szervezését a Szép Nap Egyesület vállalta fel. Ők gondozzák emellett a pázmándi forrást is, és gondoskodnak a műsorok létrejöttéről minden alkalommal. Különböző területeken működő civil szervezetektől sokféle program az, ami színessé teheti a falut, a kívülről jövők számára, a vendégek számára, és mindazok számára, akik a faluban élnek. És ettől jobban érezzük magunkat, én úgy gondolom. Én legalábbis ezért vállaltam, és ezt így is érzem. A szép természeti környezetben hagyományos étkekkel, például kecskesajttal és kenyérlángossal várták a résztvevőket.